Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A mai alkalommal egy nagyon érdekes személyiségről, Szent 23. János Pál pápáról szeretnék egy pár szót szólni, akinek 11-én, pontosan múlt hét hétfőn volt az ünnepe, liturgikus ünnepe a katolikus egyházban. Szent 23. János pápa Bergamo környékén született egy kis faluban, és ott nevelkedett. Az élete, a papi élete során többször volt nuncius különféle nehéz helyzetekben, levő országokban, így Törökországban, Franciaországban, és végül pápa lett, pápává választották, azzal a gondolattal, hogy már nagyon idős volt, és hát a bíborosok nemigen tudtak dönteni, hogy ki is legyen, hogy mennyire legyen egy haladó, vagy egy konzervatívabb nézetű pápa. Úgy gondolták, hogy ezt a nagyon idős pápát, hát egy ilyen rövid időre megválasztják, amíg él. Hát 23. János pápa nagyon rácáfolt ezekre a számítgatásokra, ugyanis teljes lendülettel vetette bele magát az egyház felújításába, és 1962-re összehívta a második vatikáni zsinatot, amely hát az egyházban az újkori egyháznak az egyik legnagyobb megújulási folyamatát indította el. El is képedtek egy idő után a világban levő bíborosok és püspökök, amikor hát nem valami szokványos vagy régi témát hozott fel a zsinatnak a tárgyául, hanem az egész egyháznak a megújulását, megújítását és az egyháznak a világ felé való nyitását. És valóban ez meg is történt ezen a zsinaton, hiszen ennek a zsinatnak a következménye az, hogy ma már magyar nyelven, vagy mindenki a saját nyelvén vehet részt a szentmisén, vagy hogy a pap nem háttal misézik a híveknek, hanem szemben miséző oltár van, hogy a liturgia megjult, és a hívek válaszolnak, és aktívan részt vesznek a szentmisén. Most lehetne sorolni a nagyon sok újítást, előremutató rendelkezését a második vatikáni zsinatnak, de az egyik legfontosabb lépése és tanítás az, hogy azt kijelenti, hogy az egyház végérvényesen elkötelezte magát az ökumenizmus mellett. Tehát az, hogy az egyház visszavonhatatlanul elhatározta, hogy törekszik az egységre, a többi keresztény egyházzal való egységre, és hát ez egy óriási jelentőségű dolog volt. A szent életű pápa sajnos nem érhette meg ennek a zsinatnak a végét, mivel a zsinat ideje alatt elhunyt, és utána a hatodik pápa fejezte be a második vatikáni zsinatot. A szent életű pápa jelleméről, illetve tulajdonságairól a következő adásban szeretnék egy pár szót szólni. Köszönöm, hogy meghallgattak.